A második Fúvós zenekari fesztiválon a tavalyihoz hasonlóan három város zenekara adott koncertet. Az idei találkozóra a kiskörösi fúvósok a Makói Magánzeneiskola koncert Fúvós zenekarát és a Halasi koncertbendet hívták meg, akik a Szólam alapfokú művészeti iskolában gyülekeztek. Nagyon boldog vagyok, hogy meghívtak ide a Kiskörösre, hiszen itt is már régóta tradíciója van a fúvós zenének, nagyszerű zeneiskola van, nagyszerű fúvós tanárok, és nagyon boldog vagyok, hogy most a Sípos Béla vezeti ezt a zenekart, mert gyakorlatilag ő tanítványom volt, nálam szerezte a fúvós karmesteri diplomáját Szegeden. Szeretnénk megmutatni, hogy többféle stílust is tud a zenekar játszani, úgyhogy lesz itt operettválogatás is, klezmer, tehát ugye zsidó zene, és hát eljutunk a ilyen könnyedebb stílusig a végén. A szeptember 17-i hűvös esős idő miatt át kellett szervezni a második Fúvós zenekari fesztivál meghirdetett programját. Sajnos az időjárás nem kegyes hozzánk és nem kedvez, nem tudunk sajnos menetet végrehajtani a mazsorettekkel. Nagyon hideg van és esik az eső, ez a hangszereknek, illetve az embereknek se tesz jót, nem akarom megfázítani, 150 embert lebetegíteni. Így be fogunk menni a sátor alá, és ami a végén lett volna a közös indulózás, a három darab indulót, azt pedig az elején fogjuk promóció jelleggel előadni. A főtéri sátor alatt a zenekarok együtt muzsikáltak. Három történelmi magyar indulót adtak elő a három karnagy vezényletével. A térzene után az esős idő miatt a zenekarok a Petőfi Sándor Művelődési Központban már külön-külön adtak koncertet, ahol Domonyi László városunk polgármestere is köszöntötte a résztvevőket. Önöknek tudni kell, hogy Kiskörösön nagyon nagy hagyománya van a fúvószenének és a fúvószenekarnak, és azt is tudni kell, hogy a zenekar mögött egy nagyon neves és nagyon jó pedagógusokkal ellátott és működő zeneiskola van. A koncert végén Kiskörösváros önkormányzata és Kiskörösváros fúvószenekara nevében Sipos Béla karnagy ajándékkal köszönte meg a vendégzenekaroknak, hogy elfogadták a meghívást.